No, hát akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet telepíteni a Manjaro Linuxot, ebből is a JVM kiadást, méghozzá 32 bites verziót. Hát rögtön itt az elején láthatjuk az első képernyőt, amivel találkozunk. Mindjárt itt ugye egyrészt a Start Manjaro Linux-szal tudjuk indítani a Live rendszert, vagy bebutolhatunk a merevlemezünkről, hogyha esetleg még szeretnénk valamit csinálni. Én az elején javaslom, hogy itt alul látható egy olyan, hogy F2 Language, és itt válasszuk ki a magyar nyelvet. És hát itt a videót is ugye többek között ki tudjuk választani, illetve a kernelt, amennyiben már tudjuk, hogy mi az, illetve hogy miért szeretnénk esetleg lecserélni. Én azt javasolnám, hogy van itt egy olyan, hogy hardware felismerő eszköz. Ezt indítsuk el, és hát láthatjuk, hogy mennyi mindent képes detektálni ez a szoftver. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog és nagyon jó, mert nagyon sokszor kell keresgélni a hangkártyát, hálókártyát, mi volt a processzor, vagy milyen alaplapon van. Ebben viszont egy füst alatt gyakorlatilag minden megtalálható. Ugye itt az alaplap típustól elkezdve a BIOS-ig szinte minden megtalálható. Sőt, a legalul van egy summary is, amivel gyakorlatilag teljes képet kaphatunk az aktuális hardware konfigurációnkról, mi az, amit érzékel, mi található benne. Hát itt láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy egyszerű, kicsi, kis 32 bites gépről van szó. Egy magos 32 bites és egy 192 megabyte memória található benne, illetve hát még egy csomó járulékos információt megnézhetünk, például a merevlemez típusa. Látjuk, hogy egy 10 gigás kis Winchesterre fogunk telepíteni. Jó, és hát itt még konzolba kimehetünk, hogyha valamit szeretnénk csinálni. Egyéb információkat is kaphatunk a rendszerről. Itt most megnyomhatjuk az exitet, hogyha felírtuk, hogy mire van szükségünk, mit akarunk még a gépről tudni. Jó, itt két entert nyomunk, és visszakapjuk az eredeti boot képernyőt. Továbbra is javaslom, hogy váltsunk magyarra. Jó, amennyiben a nekünk tetsző videómódot is kiválasztottuk, akkor rányomunk az elindításra. Hát itt látjuk, hogy ugye betölti a kernelt, ami hát ugye a rendszer magja gyakorlatilag, és elindul maga a live rendszerünk. Erről nagyjából annyit kell tudni, hogy a Manjaro, ami alapvetően egy ilyen Arch Linux származék, gyakorlatilag csak saját repóval és saját eszközökkel, saját programokkal rendelkezik. Gyakorlatilag egy rolling release szerű disztro, ami annyit jelent, hogy mindig a legfrissebb programok vannak fent. Ezek tesztelt, kipróbált alkalmazások, és mindig ehhez a rendszerhez a legújabb verziókat fordítják le, illetve hát abból is többféle létezik. Itt általában ezek már az úgynevezett stabil verziók, a kipróbált verziók, amiket tudunk futtatni. Tehát nem is a legeslegújabbak, hiszen azok könnyen lehetnek bugosak. Ezek általában már a nagyobb hibáktól mentesek. Persze, de a rolling release a Debian-nal ellentétben például ugye mindig több hibát rejthet magában, hiszen mégiscsak újabb szoftvereket futtat, illetve majdnem, hogy mindig a legújabbakat. Na, akkor most így először, hogyha már elindult a rendszerünk, itt egy kis hangocskával jelzi ilyenkor, hogy készen áll a rendszer, tehát úgymond felállt az operációs rendszerünk. Itt az alkalmazásoknál elindítjuk a terminált. Ugye a menü most még nem magyar, és viszont már a környezetünk magyar nyelven indult. Ugye ezt láthatjuk a konzol dátum kiírásából is, szombat július 25. Jó, nézzük meg egy free parancsal, hogy mennyi memóriánk van. És itt ki is írja, hogy 72 megabájtot használ összesen a rendszer, ami valami egészen elképesztő, és egészen szemrevaló ismellesleg egyébként. És hát azt láthatjuk, hogy ugye az összes memóriánk a 181, swapunk nincs, és 72 megabájtot használ maga a rendszer. Jó, én azt javasolnám, hogy először készítsünk
olyan partíciót, amire nekünk szükségünk van. Én Pupi Linuxon is mindig ezzel kezdem. A cfdisk parancssal megtehetjük, és itt látjuk, hogy üres 10 GB-os merev lemezünk van. Én itt csinálok egy új partíciót, amit 1 GB-ban határozok meg, 1 G-vel kell beírni, majd megnyomjuk az Entert, és primary, azaz elsődleges partícióként fogom meghatározni. Hát igazából erről is lehetne külön videót készíteni, hogy mit jelent az elsődleges, valamint a kiterjesztett partíció, hányat lehet létrehozni, mik a szabályok ezzel kapcsolatban, és mi van, hogyha nem hagyományos partíciós táblánk van, hanem GPT, de hát ez ugye most egy másik videó lenne gyakorlatilag. Jó, rányomunk, hogy ez egy elsődleges partíció, és ha már itt ezt az 1 GB-os partíciót létrehoztuk, akkor a típusát is adjuk meg neki. Mindenképpen egy Linux lapozó per Solaris. Ez azt jelenti, hogy ez egy memória partíció lesz. Ugye a 192 MB RAM az nem valami sok. Tehát ezt kell kiegészítenünk egy memória partícióval. Jó, rámegyünk a maradék üres helyre, és egy újat határozunk meg. Ez a maximális 9 GB primary, és viszont ezt már aktívvá kell tennünk. Ide is nyomunk egy Entert. Jó, és ott meg is jelenik egy csillag, abban látjuk, hogy ez a partíció bootolható. Amennyiben ezt elfelejtjük, a rendszerünk nem fog bebootolni, ugyanis ennek az úgynevezett boot flagnek ott kell lennie az aktív partíciónkon, akkor aktív, és akkor tud bebootolni, hogyha ezt a csillagot látjuk. És most az egész változtatást, amit itt elkészítettünk, ugye írja is nekünk ez a cfdisk nevű program, hogy partíciós táblát kiírjuk a lemezre. Enter. Mivel nincs semmi a merev lemezünkön, ezért adatvesztés nyilván nem okoz. De hogyha van valami a merev lemezünkön, akkor bizony-bizony ezzel csúnyán el lehet rontani a dolgokat. Begépeljük itt, ugye nem igent kell írni, hanem yes-t hagyományos módon. Nyomjunk erre egy Entert. Jó. Kiírja kékkel, ha minden jól ment, kiírja, hogy a partíciós tábla most már meg lett változtatva. Hát ezt is angolul, hát ez van, ugye minden nem lehet tökéletes. Írjuk be egyelőre egy ilyen félig meddig magyarított Linux-szal. Később évben reméljük ez is megváltozik. Jó, egy kilépésre rányomhatunk, és innen pedig az exit parancssal kilépünk ebből a konzolból. Ezzel neki is láthatunk, mivel a merevlemezünk kész van, alkalmazások menü, és Install Manjaro, de nem a grafikust válasszuk, mivel nagyon kevés memóriánk van, így nagyon-nagyon lassú lenne és nyögvenyelős a grafikus installálás. Én a szöveg alapú konzolos telepítést szeretném most megmutatni, ugyanis egy nagyon-nagyon jó dolog, főleg régi gépeken is nagyon-nagyon hatékonyan lehet és gyorsan telepíteni vele. Jó, hát üdvözölnek bennünket, ezt leokézzük. Jó, mindjárt az elején be kell állítsuk az időt és a dátumot. Hát ez ki mire állítja, helyi idő, vagy univerzális. Hát teljesen mindegy, legyen UTC, Europe, kiválasszuk Budapestet, amennyiben ott lakunk, és 25-e. Jó, itt a tabbal és a nyilakkal lehet föl-lefelé változtatni az időt. Beállítjuk, hogy mennyi az aktuális időnk. Igyekezünk azért lehetőleg pontosan beállítani, mert különben hát morogni fog érte a telepítő. Amennyiben, ez egy nagyon fontos dolog, mi ott hagyjuk a telepítőnket, és kimegyünk főzni egy kávét, akkor előfordulhat, hogy eltűnik a képernyő. Vagy pedig zárolni szeretnénk a képernyőt. Ezt a Windows és a Windows billentyű és az L billentyű egyszerre történő megnyomásával el tudjuk érni. Nem látunk semmit, egyszerűen csak egy zöld háttér. Most ha elkezdjük begépelni kisbetűvel, hogy Man
Manjaro, ugye Manjaro, kisbetűvel, és megnyomjuk az Entert, visszakapjuk a képernyőt. Ez egy nagyon jó pofa dolog. Másrészt viszont, ha nem szeretnénk, hogy mások is lássák, mit csinálunk, akkor így el tudjuk egy kicsit addig rejteni a képernyőt. Nem szeretnénk, hogy például valaki addig belepiszkáljon, belenyúkáljon, kistesó, ismerősök, nem szeretnék, hogy véletlenül elnyapodjanak valamit telepítés közben, de úgy kell hagyjuk a gépet, akkor ez egy nagyon-nagyon jó opció. Jó, akkor hát nézzük a kettes menüpontra, nyomunk egy Entert, lemez előkészítése. Ugye itt automatikusan is el lehet a telepítővel készítetni. Én azért nem javasoltam ezt kezdőknek, mert itt nagyon-nagyon feldarabolja és külön szedi a különféle funkcióknak megfelelően, és nem is biztos, hogy az teljesen jó nekünk egy kukaszökevény régi vacagépen, hogy itt különféle partíciókra vágja nekünk ezt a kicsi 10 gigás vinyót. Én szeretem saját magamnak előkészíteni ezeket a partíciókat, tehát ez én átlépem, és partícionálni tudjuk ebből a menüből, ugye a partition hard disk drives menüvel, partition hard drives menü lenne ez, de ugye mi már ezt elkészítettük, valamint hát aki raidezni szokott, vagy köteteket hoz létre, valamint ezzel a Lux Encryption-nál gyakorlatilag hát kódolni lehet, le lehet jelszavazni a Winchesterünket, ezt mindenki szabadon eldöntheti, nyilván ez már haladóknak szól elsősorban. Én azt javaslom, ebben az esetben, ha valaki úgy csinálta, hogy én a videóban mutatom, hogy Set File System Mount Points, ez azt jelenti, hogy beállítjuk a file rendszerünket. Most fogjuk beállítani, hogy melyik partíciót mire használjuk. Jó, fel is ismerte, hogy két partíciónk van, leokézzük. Jó, azt kéri tőlünk, hogy adjuk meg, melyik a memória partíció, az SDA 1 lesz az. Akarunk-e file rendszert készíteni? Yes! Adjunk neki valami nevet. Én úgy tapasztaltam, hogy nem igazán fog innen tovább lépni, amíg nem írunk be valamit neki. Én beírtam, hogy memory. Leokézzük. Egyéb opciókat szeretnénk-e megadni. Nyilván ez haladóknak szól elsősorban. Akik jártasak ebben és tudják, hogy mit szeretnének itt még egyéb opciókat megadni, azt akit megtehetik, ezt simán csak okézzük le. Figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne írjunk be semmit oda. Jó, most pedig a gyökérkönyvtárat szeretné felcsatolni, ez lesz a rendszerünk, tehát erre fog települni a rendszer, ez az SDA 2. Én az X4-et javaslom, azt szoktam használni, mostanában ettől el lehet térni, ha más a meggyőződése valakinek. Az X2 egy nagyon gyors file rendszer, ugyanakkor nem naplóz, az X3 naplóz, ugyanakkor pont emiatt lassabb is, mint az előző file rendszer, régi gépeken X2-t szoktak használni. Én az X4-et javaslom, mivel majdnem olyan gyors, mint az X2 gyakorlatilag és naplózó file rendszer. Ugye ez hibatűrés szempontjából fontos. Ha megsérül a vinyónk, akkor tudjuk különböző hibajavító programokkal még korrigálni a hibákat. Tehát azért egy sokkal biztonságosabb file rendszer. Leenterezzük szépen, és megkérdezi, hogy akkor csináljuk a file rendszert ezen a vinyón, azt mondjuk, vagy ezen a partíción, azt mondjuk, hogy yes. Adjunk neki egy nevet, hát én arra azt adom, hogy Skami vinyó. Oké. Egyéb opciókat akarunk esetleg még megadni, itt is csak egy enter, és ezzel meg is vagyunk, leokézzük. Jó, itt azért megkér minket arra a rendszer, hogy nézzük át utoljára, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy ez így megfelel nekünk. Yes. Jó, itt azért, hogyha valaki már járatos, tudja, hogy mit kell beállítani, ha nem nagyon tudjuk, hogy mi az az UID kötet azonosító címke, illetve kernel paramétert nem szeretnénk használni, akkor innen egy okéval haladjunk tovább. Ez is szintén ugye haladó felhasználóknak szól elsősorban. Rengeteg opciót rejt magában ez az operációs rendszer. Hát ugye maga a Manjaro az Arch Linuxból készült, az adja az alapját, és az Arch Linux egy abszolút profiknak, haladóknak szóló operációs rendszer. Ebből lett úgy a Manjaro, hogy megpróbálták azért ezt a számítógéphez annyira nem értő embereknek is elérhetővé tenni ezeket a hatékony eszközöket, amit az Arch tud a képességeit. Egy valóban egy független fejlesztés, gyors és nagyon hatékony rendszerről van szó, de hát egy kicsikét bonyolult. Na most így született meg a Manjaro Linux, hogy legyen egy
egy a felhasználó barátabb rendszer. Jó, látjuk, hogy kész vagyunk a partíciók montálásával, felcsatolásával. Jó, térjünk vissza a főmenübe, és hát install system, telepítsük a rendszert. Jó, hát itt akinek már ismerős a squash.fs, az Pupi Linuxból ismerős lehet, ugye ez a squash file rendszer, ez egy tömörítés, egy tömörített file rendszer gyakorlatilag, amiben megtalálható magának a rendszernek az alapja. Ugye ezt kicsomagolja és felmásolja a számítógépünkre, utána pedig különböző utólagosan futtatott skriptekkel beállítja az új rendszerünket. Jó, azt látjuk, hogy el is készült a rendszerünk, és most már csak a konfigurálás van hátra. Viszonylag gyorsan elvégzi, elég jól halad a telepítés. Itt ugye csomagkezelőt, a Pac-Man csomagkezelő adatbázisát szinkronizálja többek között. Itt ugye futnak egy ilyen utólagos skriptek, amikkel ugye az első indulásra felkészül, tehát az egész rendszerünket előkészíti. És utána van, úgymond kész a teljes telepítés. Jó, és akkor hát a telepítéssel meg is vagyunk most. Annyit kell, hogy konfiguráljuk akkor ugye a rendszerünket. Enter. Állítsunk be rendszergazda jelszót. Ez a root jelszó, ugye Pupi Linuxban például alapértelmezett, hogy rendszergazdák vagyunk. Itt külön van. Beállítjuk azt a felhasználót, aki abszolút jogosult mindenre. Azért itt igyekezzünk megválasztani jó alaposan a jelszavunkat. Most pedig beállítjuk az alapértelmezett felhasználónkat. Tehát ez lesz az, amit gyakorlatilag használunk a rendszeren, hiszen rendszergazdaként egy nagyobb operációs rendszert nem szoktunk root felhasználóval használni. Jó, beírjuk a felhasználó nevét, ez nálam Eskami lesz. És megkérdezi, hogy ő lesz-e az a felhasználó, aki úgymond a főnök lesz a rendszeren, tehát aki szúdójogokat kap. Ugye nem rootként fogunk tevékenykedni a rendszerünkön, hanem úgymond egy privilégizált felhasználóval. Ő lesz az Eskami. Yes. És neki is adni kell ugye ilyenkor egy jelszót. Most pedig beállítjuk a nyelvet, a lokalizáció gyakorlatilag. Set locale. És megnyomjuk a H betűt, odaugrik. Itt pedig a UTF-8-hoz. Return to main menu. És console keymap, set keymap. Itt is megnyomjuk a H betűt. És U, illetve 201, hát kinek mi. Én erre rányomok. Return to main menu. Majd pedig config system. Na most, itt már csak azok bóklászanak, akik igazán értik, hogy mit szeretnének csinálni. Itt nagyon sok olyan dolog van, amivel a rendszerünk alapvető működését tudjuk befolyásolni, ha tisztában vagyunk vele, hogy ezek mire valók. Ugye itt csatolási pontok, tehát hogy automatikusan miket csatoljon fel a rendszer, névfeloldás. Én annyit tennék hozzá a dologhoz, hogy nézzük meg ezt a hostname fájlt. Ebben azt látjuk, hogy Manjaro van beleírva, ezt töröljük ki. És beleírjuk a számítógépünk nevét. Ctrl X-et megnyomjuk, megkérdezi, hogy felülírjuk-e az eredeti fájlt, megnyomjuk az Y-t. Ugye most már figyeljünk arra, hogy most már a saját billentyűzetünk működik, tehát Y-ra, Z-re. Érzékeny már ilyenkor a program. Jó, és kiírja, hogy file name to write.
Itt látjuk, hogy per install, per LTC, per hostname, nyomunk neki egy Enter-t. Jó, ezzel elmentettük. Most meg is nézhetjük egy Enterrel, hogy most már ez lesz a gépünk neve, Ctrl-X-el pedig kilépünk változtatás nélkül. Hát a hostban ugye hozzá tudunk adni még különböző gépeket, ha akarunk, ugye hogy gyorsítsuk ezeknek a gépeknek az elérését, úgymond különféle környezeti változókat megnézhetjük, hogy be vannak-e állítva, vagy ha változtatni akarunk ugye rajta. Igazából itt nagyon más keresnivaló nincs, nyomjunk egy vissza, egy back menüpontot, le is generálja a magyar nyelvet. Ugye most elvégzi a lokalizációs beállításokat, a szükséges nyelvi változtatásokat. Jó, és akkor most jön a rendszer betöltő, mint utolsó opciós lehetőségünk. Telepítsük a rendszer betöltőt. Hát akinek UEFI gépe van, UEFI BIOS-a van, az tudja, hogy mit kell tennie, annak ezt kell feltelepítenie. Hagyományos régi öreg gépeken pedig a régi BIOS opciót kell választanunk. Igazából mivel eleve régi gépekről beszélünk, így marad a BIOS. Opció, Enter, és Group, Enter. Jó, megkérdezi, hogy melyik merevlemezre szeretnénk a rendszerbetöltőt telepíteni. Ugye ez a Master Bootloaderbe fog kerülni, és azért nem a partíciókat listázza. Erre nyomunk egy Entert, ugye egy vinyónk van, tehát túl sok választási lehetőségünk nincs is. Jó, feltelepíti a rendszerbetöltőt. És hát amint ezzel elkészült, gyakorlatilag meg is vagyunk a telepítéssel, ugye. Jó, hát akkor a Quit opcióra nyomva egy Entert, telepítés befejezve, ezzel ki is lép gyakorlatilag. Én egy apróságot még azért szeretnék itt a live rendszeren megmutatni. Van egy olyan lehetőségünk, hogy Network és Airlinks Browser. Ezt megmutatnám, mert ez nekem egy nagy kedvencem, és milyen érdekes, hogy ez alapból benne van. Fel is teszem nagyba, hogy jól látható legyen. Erre nyomok egy Entert, és beírom, hogy google.hu, és be is jött a Google. Lehet keresni. Ez egy nagyon-nagyon szuper kis böngésző, ha gyorsan akarunk információhoz jutni, vagy bármire szükségünk van, ezzel könnyedén el tudjuk érni. Nyilván sokan elborzadnak most egy konzolos webböngészőtől. Nagyon sokszor segített már rajtam a dolog, és igazából például hírolvasáshoz nagyszerű, főleg régi gépeken ugye nem kell sokat vacakolni, igazából ennek ott van jelentősége, hogy mégsem egy grafikus böngészővel kell vacakolni, bár én a links-g opció, tehát a grafikus tehát képek betöltésére és különféle grafikai elemek betöltésére képes links verziót szeretem jobban. Egy G betű lenyomásával előhozhatjuk az URL megnyitása menüpontot mindig, illetve hogyha az Escape-et megnyomjuk, akkor lejön a menü, és itt már tudunk keresgélni. Jó, hát rengeteg beállítási lehetősége van, és nagyon-nagyon sok érdekesség található ebben. Jó, hát innen kilépésen gyakorlatilag ki is mehetünk, és ezzel gyakorlatilag le is zárult a telepítés, újraindíthatjuk a számítógépet, és a következő teendőnk, hogy kiveszik a CD-t a gépből, és már
megkapjuk a működőképes Manjaro rendszerünket. Exit. És utána egy restart, vagy egy kikapcsolás gyakorlatilag, bármit nyomhatunk neki. Hát ennyi lett volna, remélem, hogy sikerre jártok, és hát jó próbálkozás, jó telepítgetést, és aztán természetesen, ha van valami, akkor a fórumban megvitatjuk ezeket a dolgokat, tegyétek fel a fórumban a kérdéseket, nyissatok új szálat, és remélem, hogy sikerre jártok. Sziasztok!